Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. Nézzük, miről szólnak ma a helyi hírek röviden. Újra indulnak. Két óránként járnak a helyi járatok hétvégén és ünnepnap is. Továbbra is szorgalmazzák. Az Országos Mentőszolgálat, az önkormányzat és a házi orvosok találkozója. Konzorciumban a város. Elindult az energiatakarékosságot célzó uniós pályázat. Régen várt szolgáltatás. Bankautomata a csarnoknál. A földnapját is ünnepelték. Fenntarthatósági téma hét a Bacsányiban. Teremtésvédelem gyereknyelven. Családi délután a Szent Erzsébet óvodában. Szemtől szemben. Utcafórumokon az Egységben Tapolcáért jelöltjei. Tapolca János vitéze. A Tapolcai Musical színpad 5 teltházas előadása. Nyarán hiába jelezte a város a döntéshozók irányába, hogy a 24 órás háziorvosi ügyeletre továbbra is szükség van, a tapolcai törekvések, a helyi orvosok támogató hozzáállása együtt sem volt képes megmenteni azt. A korábbi ügyeleti rendszer tavaly szeptembertől mind a tapolcai, mind a sümegi járásban megszűnt. Helyette a mentőszolgálat vette át a feladatot. Azóta a napvilágot látott betegforgalmi adatok igazolták a 24 órás ellátás, vagyis a hosszú ügyelet indokoltságát, tájékoztatta a helyi sajtó képviselőit Tapolca város polgármestere, aki beszámolt arról a múlt heti tárgyalásról, ahová az OMSZ munkatársaival közösen hívták meg a háziorvosokat, hogy újra tárgyalják a hosszú ügyelet újraindításának lehetőségét. 25 háziorvosból 6 fogadta el a meghívást. Az Országos Mentőszolgálat regionális és megyei igazgatójával hívtuk meg egyszerre a térség háziorvosait, ez Tapolca város háziorvosai, a tapolcai kistérség háziorvosai, sümeg háziorvosai és a sümegi kistérség háziorvosai. Mintegy 25 orvos kapott tőlünk meghívót, ezzel szemben összesen 6 orvos jelent meg, és szerettük volna áttekinteni annak a lehetőségét, hogy a 24 órás ügyeletet újraindítsuk. Természetesen ez kizárólag azzal a céllal tettük, hogy a 24 órás ügyelet újraindításának a lehetőségét áttekintsük. Sajnos ilyen kevés jelentkező orvosra nem számítottunk, és éppen ezért most úgy látjuk, hogy egyelőre az orvosok komolyabb szerepvállalása nélkül nem tudunk előre lépni ebben a kérdésben. Mégis miért hívtuk össze, és miért szerettük volna, hogyha létrejön a 24 órás ügyelet? Hát azért, mert az Országos Mentőszolgálat által mért számok alátámasztják, melyekből kiderül, hogy a tapolcai ügyeletre nem csak a tapolciak látogatnak el, hanem a környéken élők is, a sümegi kis térség betegei is, és a Balatonfelvidék jelentős részéről is azok a betegek, akik ugyan nem rendelkeznek állandó lakcímmel ezen a környéken, de mégis nagyon sok időt, esetenként az év több mint felét itt töltik a nyaralóikban. Ezért lenne fontos, hogy ez a 24 órás ügyelet működjön. Természetesen elhangzott az is, hogy ezek a számok nem az influenza vagy a Covid tombolása közepette születtek, ezektől a kiugró csúcsoktól letisztítva vizsgálta az Országos Mentőszolgálat ezeket a számokat, és született az a szakmai felismerés, szakmai döntés, hogy tenni kell a 24 órás ügyelet visszaállításáért. De ezt orvosok nélkül és az orvosok komoly szerepvállalás nélkül az Országos Mentőszolgálat nem tudja megtenni. A beszélgetés során felmerült egy, hát mondjuk azt, hogy kompromisszum, hogy mi volna akkor, hogyha ha hét mindennapján nem is, de péntek estétől hétfő reggelig megvalósulhatna, az is nagyon nagy segítség lenne, mint az itt élőknek, az ide bejövő bajba jutott betegeknek és a mentőszolgálatnak is. Mi is azt gondoljuk, hogy ennek a lehetőségét is vizsgálni kell, hiszen akkor kevesebb óraszámról beszélünk, és még az is lehet, hogy ekkora óraszámot tudnának vállalni az orvosaink. Tapolcai orvosokban egyébként megvolt a hajlandóság arra, hogy segítsenek.
én bízom benne, hogy az országos mentőszolgálat lenyilatkoztatja az orvosokat, és a megfelelő óraszám összejön. Az OMS tájékoztatása szerint a szakdolgozók, a sofőr, az autó és egyébként az épület is rendelkezésre áll, tehát tulajdonképpen az orvosi óraszám, az orvosi ügyeletvállalási hajlandóság most a szűk keresztmetszet. A következő lépés az mindenképpen az, hogy az OMSZ lenyilatkoztatja az orvosokat, hogy hát ha összeszedne a csökkentett óraszámra, tehát csak a hétvégi ügyeletre, meglátjuk, bízom benne, hogy sikerülni fog. Május 1-től újra indulnak a helyi járatok hétvégén és ünnepnapokon is. Decemberig kísérleti jelleggel folyamatos forgalomszámlálással üzemelnek majd. A megtartásukról vagy további működtetésükről e számok tekintetében dönthet majd a testület decemberben. Mindenről Dobó Zoltán polgármester tájékoztatott. A helyjárat közlekedéssel kapcsolatban szeretném tájékoztatni a tapolcaiakat. Mint egy fél évvel ezelőtt felmerült többször egyeztetések során, hogy kell-e vagy nem kell-e hétvégén és ünnepnapokon járatunk a helyjáratot. Pro és kontra megkerestük az érveket, ellenérveket, számokat. Úgy döntöttünk, hogy ajánlatot kérünk többek között a Volántól is a tekintetben, hogy a hétvégi, illetve ünnepnapokon a helyjárat bérlettel fel lehessen majd szállni a Volán busz távolsági járataira, ami érinti a Dobó lakótelepet, illetve Diszel városrészt. Megkaptuk ezt az ajánlatot. Ezzel párhuzamosan kértük a Végi Kft-t is, hogy vizsgálja meg, hogy a saját kezelésében, a saját buszait üzemeltetve mennyiért tudna hétvégén is szolgáltatni a városnak helyjárat közlekedést. A számokat összevetettük, és a következő döntésre jutottunk. Idén május 1-től, tehát jövő hét szerdától kísérleti jelleggel megnézzük, hogy milyen kihasználtsággal üzemel hétvégén a helyi járat. Helyi járati közlekedést indítunk tehát hétvégén is, 8 óra és 16 óra között 2 óránként közlekednek majd a helyi járat buszai a Városgazdálkodás Kft. Üzemeltetésében, ugye ugyanazok a saját buszok, akik hétköznap is ellátják a helyi járati közlekedést. Utasszámlálást végzünk, hatványozottan a hétvégi utasforgalom tekintetében, és fél év múlva, év végén pedig levonjuk a konzekvenciákat, és meglátjuk, hogy van-e valós igény arra, hogy hétvégén üzemeltessük a helyjáratot, vagy hétközben, napközben, hogy üzemeltessük a helyjáratot, mert természetesen azt látjuk, hogy az iskolába jutás és a munkahelyre jutásban fontos szerepe van a helyjáratnak, illetve az onnét haza útban és nagy segítséget nyújt a városlakóknak. De nagyon sokszor látjuk, hogy napközben vagy késő délután pedig szinte üresen vagy teljesen üresen közlekednek a helyjárati buszok. Ez a mondjuk kísérletnek közel 10 millió forintjába kerül a városnak, hogy a hétvégén is bekapcsoljuk a helyjárati közlekedést. Meglátjuk, hogy mekkora érdeklődés övezi, és mint ahogy mondottam, az év vége felé pedig eldöntjük végleg, hogy maradjon a hétvégi helyjárat közlekedés, vagy esetleg az előző évhez hasonlóan hétvégén majd nem üzemeltetjük a helyjáratot. Köszönöm szépen a figyelmüket, hajrá Tapolca! Ajka, mint konzorciumi vezető, továbbá Balatonfüred, Tapolca és Várpalota önkormányzatainak konzorciumi összefogása eredményeként minden résztvevő város megvalósíthatja saját energiahatékonyságot javító beruházását. Az ABTV Smart Grid projekt nyitórendezvényét április 19-én pénteken tartották Várpalotán az érintett települések képviselőinek és a sajtó munkatársainak részvételével. A házigazda település Várpalota polgármestere Campanari Talapér Márta köszöntötte a résztvevőket, mint konzorciumi tag, a rendezvénynek helyet adó nemrégiben felújított várpalotai egykori zsinagóga épületében. Köszöntőjét azzal kezdte, hogy mit kell érteni Smart Grid alatt. Olyan okos hálózat vagy elektromos hálózat, ami az információs és kommunikációs technológiák segítségével gyűjt információt a szolgáltatók és fogyasztók szokásairól, és ezen információk tudatában tudja növelni a hálózat hatékonyságát és fenntarthatóságát.
Amikor ebbe belevágtunk, akkor még nem volt háború és nem volt energiahelyzet. Időközben megismerkedtünk városvezetőként azzal, milyen érzés az, amikor hát nehéz helyzetbe kerülünk, és teljes mértékben újra kell gondolni az életünket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél aktuálisabb és jobb pályázatba nem is vághattunk volna bele. Meggyőződésem, hogy mind a négy település úgy gondolja, hogy ez a jövő útja, és ebben kell gondolkoznunk. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ahogy a meghívóban és a sajtóanyagban is olvasható, hogy ez egy valóban hosszú távú és előremutató együttműködés. Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja, egyik egyetemi oktatójuk, Gelencsér András professzor szavait idézte, vagyis, hogy véges rendszerben nincsen végtelen növekedés. Nem tehetjük meg azt, hogy a természet adta valamennyi forrást kimerítjük energiafelhasználásunk fedezésére. A legolcsóbb energia az, amit fel sem kell használnunk, mondta. Hosszú távon csak az lehet a megoldás, hogy annyi energiát használunk el, amennyire valóban szükségünk van, illetve ezek nagy része megújuló energiákra támaszkodik. Ezzel a kérdéssel 1974 óta foglalkozik az egyetem, tette hozzá. Hogy tudjuk ezt megoldani? Hát nyilván energiatermeléssel és szabályozással. Ennek a projektnek az egyik fő célja az egyértelműen az, hogy, és ezt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon előremutató kezdeményezés a mérjünk a település és település vezetése oldaláról, hogy felismerték, hogy akkor tudnak hosszú távon hatékonyan működni, ha először elkezdik mérni, hogy a jelenlegi rendszereikben hogy néz ki a működés, hogy néz ki a hatékonyság, és elkezdenek csoportban gondolkodni, közösségben, úgynevezett energiaközösségekben gondolkodni, hiszen az egyik leghatékonyabb útja annak, hogy az intézményeknek, az egyes gazdasági társaságnak, szervezetünknek a működési költségét azoknak le tudják szorítani, és ami még fontosabb, hogy aktív beavatkozottnak lenni, tehát fogják tudni ezeket a folyamatokat szabályozni. Ilyen felmerült a kérdés, hogy hát ezt a pályázatot, ezt a projektet négy önkormányzat valósítja meg, hogy hát keresik én, hogy keresik itt a Pannon Egyetem. Ezt talán annak indítanám, hogy a Pannon Egyetemen a zöld technológia, a zöld átállás és a környezetvédelem már akkor fontos volt, amikor a kérdőtőműkorban még innovációnak számított, és nem kifejezetten ezzel volt el a sajtó. Magyarországon elsőként 1974-ben a Pannon Egyetem jogelőkén indult környezetvédelmi képzés. 1990-es évek elején szintén a Pannon Egyetemen indult el Magyarországon először, és magának a szaklapítója és indítója Réde János akkori professzor vezetésével is a Pannon Egyetem volt a környezetmérnök képzés kapcsán. És a Pannon Egyetem kutatási képzési portfóliójának jelentős részét teszik ki azok a projektek, amik valamilyen módon a körforgású gazdaság és a fenntarthatóság köré szerveződnek, és ennek egy nagyon fontos része maga az energia és az energia. Mindehhez hozzátette, hogy missziójukhoz hozzátartozik, hogy olyan rendszerek kialakításában legyen partner az egyetem, amely a megfelelő törvényi szabályozások megszületése után jól tud működni. Ez a projekt pedig olyan, ami társadalmi szinten biztosan hasznosul. A projektben résztvevő városokat képviselve Schwarz Béla, Ajkaváros polgármestere fejtette ki véleményét az együttműködés hasznosságáról, amelyet két szempontból is hasznosnak tart. Tulajdonképpen ennek a rendszernek két szempontját szeretném kiemelni. Az egyik az egy ilyen országi szervezési szempont, a másik pedig egy ilyen ösztönös szempont. De a műszaki szervezési szempont az arra irányul, hogy nyilván minden önkormányzat, egyetem és mások is, tehát több résztvevő igyekszik az energiatakarékosságot hát szem előtt tartani, és olyan rendszereket kíván kiépíteni, alkalmazni, amely egyrészt csökkenti a felhasználást, másrészt a költség oldalát is rendben tartja. Ugye itt a termelés, az elosztás és a felhasználás az egyik szempont, tehát külön-külön valamennyien eddig is csináltunk ilyeneket, és ezután is hát gondolom, hogy folynak ilyen munkálatok, meg másoknál is. Amivel ez a rendszer ez magasabb szintű, azt szerintem az, hogy most négyen egy csapatot alkotunk, egy szervezetet hozunk létre, és ezáltal ugye a közösség az mindig erősebb, mint egy egyes szereplő, akkor várhatóan a teljesítményünk is jó lesz, és hát a koncepciók is arra irányul, hogy ez valóban jó legyen. A
Másik szempont, amit én szeretnék megemlíteni, ez pedig egy ilyen ösztönösség elve. Ugye én attól nagyon örülök, ez nincs is leírva, hogy egyáltalán, amiről most beszélek, hogy azáltal, hogy bekerültünk ebbe a szervezetbe, ahogy mondtam, egy magasabb rendű célkitűzés érdekében dolgozunk, és számtalan olyan információhoz jutunk, amelyek egyébként nem érnének el hozzá. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat dr. Fodor Attila, a Pannon Egyetem docense ismertette. Elmondta, hogy a projekt nevét a résztvevő városok kezdőbetűi adják ki ABC sorrendben, valamint az okoshálózat angol kifejezése. A csaknem 180 millió forintos projektben első lépésként felmérték az önkormányzatok intézményeinek pontos fogyasztási adatait. Ebben az időben szabadultak el az energiaárak a háború kitörésével, de mint mondta, a fosszilis energiafogyása miatt amúgy is megfigyelhető egy lassú emelkedés, amit az orosz-ukrán helyzet drasztikusan felgyorsított. Éppen ezért fontos a megújuló energiák rendszerben történő felhasználása. Egy biztos tette hozzá, hogy az energia árváltozása társadalmi változást is hoz magával. Ez jól látszott az elmúlt két évben. A projektnek pár fontos pontját emelte ki a hallgatóságnak. Először is, hogy felmérések alapján okosmérőket telepítenek oda, ahol megtakarítás eszközölhető. Ezután, amint a törvényi szabályozás engedi, energiaközösségeket hoznak létre, majd a létrehozott rendszert folyamatosan monitorozzák, nyomon követik és digitálisan rögzítik is. Puskás Ákos alpolgármester az eseményt követően elmondta, a projekt keretében Tapolcán okosmérőórákat telepítenek, illetve minden érintett városban egy-egy napelemrendszert építenek ki a közeljövőben. Ez utóbbi Tapolcán a Tamási Áron Művelődési Központ épületén valósul meg. Nagy örömmel jöttünk el Várlótára egy megnyitó rendezvényre, ez úgynevezett Smart Grid-es projekt megnyitóra, melyben 4 város vesz részt, Ajka, mint konzorcium vezető, Balatonfüred, Tapolca és Várpalota. Együtt működünk olyan értelemben, hogy konzorciumban a energiahatékonyságot szeretnénk növelni valamennyi városban okosmérős eszközök telepítésével, okosmérő óráknak a telepítésével. Minden településen egy-egy napelem rendszer kerül kiépítésre. Nálunk Tapolcán is ez így lesz, ahol a Tamási Áron Művelési Központot céloztuk meg. Tapolca városa is megtapasztalta az energiaválság idején, hogy mekkora bajt tud okozni az elszabaduló energia árak. Ez némi biztonságot nyújt a városnak a jövőre nézve? Hát a projekt erről szól. Elkezdődnek a mérések, hogy minden egyes intézmény esetében összehasonlító adatokkal rendelkezünk, ezért kerül telepítésre közel 40 intézményben olyan okosmérő eszköz, ami ezt megmutatja, és hogy akkor úgynevezett hatékonyságot tudunk mérni, tudjuk, hogy melyik intézmény mennyi energiát használ fel, milyen négyzetméter arányosan vannak ezek, és így akkor megalapítható lesz együttműködve a többi partnerrel, hogy hol szükséges és milyen irányban szükséges tovább lépnünk hatékonyság növelése érdekében. Ez azt jelenti, hogy napra kész adatokkal fog rendelkezni az önkormányzat egy-egy intézményével kapcsolatban, és akár be is avatkozhat. Így van, akár egy-egy hűtőnek a becsukásával, vagy a villanykapcsolók lekapcsolásával, hiszen óránként lesznek adataink ezekre az intézményekre vonatkozóan, és lehet majd látni a egyrészt városi szinten, hogy hogyan is állunk, de intézményi szinten is, hogy ezekkel az intézményekkel hol és miképp lehetne beavatkozni úgy, hogy hatékonyabban tudjuk felhasználni az energiát. A Tamási Áron Művelődési Központ tekintetében a fejlesztés mit jelent az intézmény számára? Az intézmény tekintetében egy akkora napelemrendszert szeretnénk odaépíteni, ami az adott évre biztosítaná a felhasznált energiát, akkorát engednek eleve is csak a magyar szabályozási keretek, de szeretnénk, hogyha ez az idén megvalósulna a közbeszerzés lefolytatását követően, hogy már idén működjön. Többször elhangzott a nyitó rendezvényen az energiaközösség, mint kifejezés, mint fogalom. Ez mit jelent pontosan és Tapolcának mit jelenthet, hogyha energiaközösségbe lép mondjuk az intézményeivel, vagy akár más városokkal? Ez egy nagyon fontos lépés lenne ez az energiaközösség, hiszen ezt a villamos törvény is tartalmaz ezeknek az előírásait, de Magyarországon még nem működnek ilyenek, hiszen még csak a pilot projekt kialakítása folyik az Alföldön, de mi ez a 4 település annak érdekében fogott össze és tette meg ezt az első lépést ennek a projekt topluszos pályázatnak a keretében, hogy oda eljussunk, hogy valamennyi településen a megtermelt energia minél optimálisabb felhasználását tudjuk biztosítani. Ez a konzorciumi partnerség továbbfejleszthető-e?
Igen, a célunk az az, hiszen önmagában egy-egy település ahhoz, hogy ilyen közösséget kiépítsen, kialakítson, azért az kicsi. Nagyobb léptékekben kell gondolkodnunk, hiszen úgy van értelme, hiszen úgy tudunk partnerei lennek egymásnak is, és a közvetlen Európai Uniós források megszerzése tekintetében pedig főleg ez tud működni. Lakossági kérésre az önkormányzat megkereste az OTP bankot, hogy volna lehetőség egy ATM, vagyis bankautomata elhelyezésére az Alkotmány utca környékén. A tárgyalás elindult, az elmúlt héten pedig kihelyezték az automatát a Csermák József rendezvénycsarnok főbejáratához. A munkálatok éppen folytak, amikor a helyszínen jártunk. Itt vagyunk a rendezvénycsarnok főbejáratánál. Az apropó, ami miatt ide jöttünk, az az, hogy a mögöttünk éppen készül a bankautomata beépítése, egy ATM beépítése kerül sor. Egy pár évvel ezelőtt volt megkeresés a környékben élők részéről, hogy igény lenne egy automatára, hiszen egészen a Veselény utcáig el kellett innen menni, hogy pénzhez jussanak, pénzt tudjanak levenni a kártyájukról. Hát ez most megváltozik, elég lesz ide a csarnokhoz elsétálni a környékből. Ez egy OTP bankautomata. Amikor megkeressük az OTP-t, utána egy szakemberre körbejártuk a lehetőségeket. Ezt a helyszínt találtuk a legalkalmasabbnak, és nyilvánvalóan a szakember vizsgálta azt is, hogy indokolta egy bankautomata, egy ATM kihelyezése ide erre a városrészre, és hát az 5 percen belül kiderült, hogy valóban az, hiszen ha körbenézünk itt, és tudjuk tapolcaiként, hogy ez egy nagyon sűrűn lakott városrész, társasházak, a Alkotmány utcában, Május egy utcában, a Sümegi úton és hát a családi házas környék is egészen még a Petőfi utcának a felénkeső részéről is biztosan sokan fognak idejönni majd, és itt tudnak a pénzükhöz jutni a kártyáról. Nagyon sok rendezvény van itt a csarnokban, tehát nem a helyiek, hanem a vidékről vagy bárhonnan ide bármilyen célból érkező emberek is tudnak majd levenni pénzt, készpénzhez jutnak, illetve hát a másik oldalon, ugye az utca másik oldalán van egy kollégium, fiatalok is tudnak, adott esetben is hát van egy sportszál, ami nyáron mindig teltházzal működik, tehát azt gondolom, hogy jó helyre kerül, nagyon örülünk valamennyi, hogy végre egy hosszú-hosszú folyamat volt ugyan, de most már az utolsó munkálatok folynak, és a napokban már itt, aki jön, az már készpénzhez is jut majd. A tavalyi évben 1800 általános iskola 500 000 tanulója vett részt a fenntarthatósági témahéten. Ahogy akkor, úgy az idén is csatlakozott a Bárdos Lajos Általános Iskola Bacsányi János Tagintézménye az országos akcióhoz, amikor egy héten át környezetünk megóvásáról, a fenntarthatóságról szól minden az intézmény falai között. Tavaszköszöntő verssel örvendeztette meg az ünnepélyes megnyitó hallgatóságát Dányi Dominik harmadik osztályos tanuló. Várnai Zseni, csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok, újjá születnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz, újjá teremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más, minden tavasz csodás megújhodás. A fajta és örökre megmarad, a föld őrzi az életmagvakat, s a nap kikelti minden újra él, fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még, csillag még sem, ki tudja, meddig ég. De most a tündöklő sugár, még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érzem, ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, s mindig ugyanaz, csodák csodája, létezés tavasz. Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézményvezető beszélt arról, hogy a Bacsányi iskolában a fenntarthatóság és a környezetvédelem nem csak erre az egy hétre korlátozódik. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a fenntarthatósági témahétnek a megnyitóján. Tudjátok, hogy hosszú-hosszú évek óta örökösök iskola címet, és 2 évvel már állatbarát általános iskola címet viselünk, és ezt a címet azért kaptuk, mert az elmúlt évtizedekben, az elmúlt években én azt gondolom, hogy tagintézményünk nagyon sokat tett a környezetvédelem érdekében, és ezt szívből köszönöm mindenkinek.
A fenntarthatóság egy olyan kifejezés, amivel az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat találkoztok, és lehet, hogy nem biztos, hogy pontosan tudjátok, hogy mit is jelent ez a kifejezés. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy úgy élünk, olyan dolgokat teszünk a mindennapjaink során, amelyek azt segítik elő, hogy majd a mi gyerekeink, a mi unokáink, a jövő generációja is nagyon boldogan, egészségben élhessen a földünkön, ezen a csodálatos zöld bolygón. De konkrétan mit is tehetünk mi gyerekek itt az iskolában, vagy mi felnőttek itt az iskolában a környezetünkért? Például gondoskodunk a földön élő állatokról. Támogatjuk, segítjük az ő életkörülményeit, és úgy tekintünk rájuk, mint a barátainkra, és ugyanúgy gondoskodunk róluk, mint a barátainkról szoktunk. Fontos odafigyelnünk például a vízre, a levegőre, az erdőkre, a növényekre, hiszen ezeknek a tisztaságát, egészségét megőrizni mindannyiunknak a feladata. Van egy idézet, talán ismeritek, felolvasom nektek. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ezt az idézetet egy környezetvédelmi aktivista mondta sok-sok évvel ezelőtt, és ebben arra gondolt, és azt próbálta közvetíteni felénk, hogy felelősséggel tartozunk mindannyian földünk energiakészletéért. Nem zsákmányolhatjuk ki a földünket, hiszen figyelnünk kell az elkövetkezendő generációknak és az érdekeire. Sajnos nem mindenki tartja ezt szem elől, és nem mindenki ilyen előrelátó. Ez a témahét erre hívja fel a figyelmet, ezért rendezik meg az országunkban immár 9. alkalommal. A fenntarthatóságra, környezetvédelemre, a tudatos életmódra való nevelést már gyermekkorban fontos előtérbe helyezni, hiszen ti, gyerekek vagytok a legfogékonyabbak erre. Ti vagytok a jövő reménységei, a változás kulcsai, mondta a témahét felelőse, Varga Gelencser Viktória pedagógus, aki hozzátette, hogy a levegő és annak élővilága a témahét kiemelt területe. Állatbarát iskolaként a témahét keretein belül elkészült a rovarhotelünk, és a rovarok az ökoszisztéma egyensúlyának a fenntartásában nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát ez a témakör is ide tartozik. Rendszeresen etetjük tollas barátainkat, mind az udvaron kihelyezett materretetőkbe, és az osztálytermek ablakaiban is csemegével kínáljuk őket. Figyelünk a zöldítésre, fát ültetünk, virágosítunk. Megemlékezünk a vízvilágnapjáról, ma van a földnapja, és majd májusban a madarak és fák napjáról is. Figyelünk a villanyok takarékos használatára az osztályokban, télen pedig a hatékony szellőztetésre. Bólogassatok, ha így van. Így van, ugye? A 2024-es témahét 5 területet emel ki. Az egyik a levegő és élővilága, a szabadidő, körforgásos gazdálkodás, a hulladék és a tudatos fogyasztás. Igyekeztünk ezen a témahéten minél több területet ebből beépíteni. A hét minden napjára jutnak izgalmas feladatok. A földnapján hétfőn egy flashmobbal tisztelegtek a kék bolygó előtt a diákok, majd Töreki Ferenc tartott előadást vízvédelem témában. Kedden és csütörtökön Juhász Márta tanárnő kézműves foglalkozásain volt téma az újrahasznosíthatóság és a környezetvédelem. Szerdán Farkas Zsuzsanna, a Bakonyerdő ZRT Devecseri erdészetének munkatársa ismertette meg a gyerekeket az erdő élővilágával, annak védelmével. Szerdán a diákok csatlakoztak a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért hulladékszedési mozgalomhoz. Csütörtökön a 4. osztályosok rendhagyó környezetórán vettek részt az iskola melletti kiskertben, majd pedig a tudatos fogyasztás került a fókuszba. Cserebere bőrzét is hirdettek az idén, amiben az otthon feleslegessé vált megunt játékokat, könyveket cserélhették el a diákok egymás között. Pénteken a 2. osztályosok látogattak el a Zalahalápi hulladékgyűjtő udvarba, hogy ismereteket szerezzenek arról, hogy mi a sorsa a szelektíven gyűjtött, a háztartási, a zöld és az elektronikai hulladékoknak. A változatos programok mellett Alkost újra címmel használati tárgyak újrahasznosításából, valamint a levegő művészeit, a madarakat, a bogarakat bemutató fotókból nyújthattak be pályamunkákat az alsósok. Természetesen a szülői tanácsnak és a támogatóknak köszönhetően értékes ajándékokra is számíthattak a héten jól teljesítő bacsányis környezetvédők.
Minden évszak tartogat bőven témát arra a Szent Erzsébet óvodában, hogy köréje családi napot szervezve összegyűjjön az óvoda közössége. Így volt ez az elmúlt hét péntekén is, amikor a teremtésvédelem kapott főszerepet, ezúttal azonban a gazdag programkínálat kialakításában egy pályázat is segítségére volt a szervezőknek. Családi napot tartunk, a hagyományos családi napot, egy kicsit hagyományos, más szempontból mégsem, mert mi a teremtésvédelmi programunk keretében a teremtés évéhez kapcsolódóan pályázatot nyújtottunk be Magyarország kormánya által meghirdetett egyházi közösségi célú programok fejlesztése ügyében, és hát megnyertük a pályázatot. Ez azt jelenti, hogy mi most a családi napot kibővíthetjük a nyertes pályázatnak és Magyarország kormányának köszönhetően egy teremtésvédelmi kis projektekkel, ami úgy jelenik meg, hogy a három udvaron mi a teremtés kezdetét és az első napjait próbáljuk megidézni, amit hát természetesen legnagyobb hittel és tisztelettel teszünk. Ezen az udvaron, az Arany János utcai udvarunkon az a sötétség világosság szétválasztása, a föld és az égitestek megteremtése történik. Ennek jegyében egy kicsit a népmeséhez közelítünk, mint a gyerekek természetes közegébe, és hát a napot, a holdat és a csillagokat kell megszabadítani. Na most a napot azt úgy szabadítjuk meg, hogy a csúszdán mindenféle ilyen erőpróbát kell véghez vinni, aki teljesíti az erőpróbát, bedobja a babzsákot, megszerzi a fogvatartó sárkánytól a napot, az elhelyezheti a saját napsugarát a falon, ami a tenyér lenyomata. A vizek teremtéséhez kapcsolódik a hold megszabadítása, a vizes terepasztalon belül kis apró tárgyakat kell megkeresni, a csillagok pedig természetszerűen a sötét szobába foglalnak helyet, ahol fel kell őket deríteni, ez a családoknak egy közös élmény. Majd eztán a Templom-Domb utcai főépületünk udvarán növényültetéssel, a növények teremtéséhez kapcsolódóan apró kis virágmagokat ültetnek a családok, kidíszítik a cserepet, és hazavihetik, azt otthon kérjük, hogy neveljék, gondozzák, gyönyörű virágok lesznek belőle, és hát állatok, madarakat is készítünk. Mikor mindenki kész van, lemegyünk a plébánia udvarra, és hát ott egy külön program várja a gyerekeket, plüssből. Sajnos nem tudtunk elég házi állatot hozni, úgyhogy megkértük a gyereket, hozzák el a kis plüss házi állatokat, és azokat meg kell keresni, elhelyezni a megfelelő olba, illetőleg élő állat simogató van, és a legvégén a Bacsányi Táncegyüttes nagyon kedves felajánlásából tartanak egy kis néptánc bemutatót, és az ő vezetésükkel remélhetőleg egy jó hangulatú táncház zárja a rendezvényt. És hát ez a teremtésvédelmi program ősszel, az őszi családi napunkon folytatódik az ember teremtésével, és a pihenőnappal az már az őszhöz fog kapcsolódni. Nagyon sokan eljöttek, az óvodások családjai, kistestvérek, nagytestvérek, anyukák, apukák, nagyszülők is. Igen. Gondolom, hogy nagy öröm ez az óvoda közösségének, és nagyon készültek erre a mai napra, és gondolom, hogy nem tegnap kezdték el a felkészülést. Nem, kolléganőink, az egész nevelőtestület hetekkel ezelőtt már készült. Igaziból a napraforgó csoport az, aki a tavaszi jelen programunkat fő mozgató rugója volt, Anna néni. És hát én azt mondom, hogy hetekkel ezelőtt már az egész nevelőtestület ezen dolgozott, kitaláltuk, megterveztük, megszerveztük, és össze is kovácsolódott még jobban a közösség, bár ez egy nagyon jó közösség. És hát örömünkre szolgált, hogy a családok önkéntesen jöttek, segítettek, felajánlották a segítséget, igazi közösségformáló, és az érdeklődő gyerekeket és családokat is vártuk, és látjuk, hogy minden érdeklődő tényleg jól érzi magát. Egy baj van, hogy kicsi a hely. Igen, hát kicsit sorba kellett állni, de annyira jó, mert közben beszélgetnek a családok. A teremtésvédelem gondolom, hogy nem csak a mai napon téma, hanem szinte minden nap az óvodában, és megjelenik a néphagyományok őrzése mellett, hiszen azt is tudjuk már régóta, hogy az óvoda elkötelezett a néphagyományok iránt is. Hogy telnek a tavaszi hétköznapok az óvodában? Jó, nagyon mozgalmasan. Hát pont a teremtésvédelem, amit tetszett kérdezni. A héten, múlt héten már megkezdtük, szülők felajánlottak nagyon sok palántát, virágmagot, úgyhogy mind a három csoport kialakította az óvoda kis
óvoda kertjét, fűszernövényes, virágnövényes és haszonnövényes kis kertet teremtettünk, amit a gyerekek gondoznak. Ezen kívül a bolygókkal nagyon sokat foglalkoztunk, az égi testekkel, makettel, különböző térképekkel el is játszottuk, be is mutattuk a gyerekeknek, most idágítottunk, és hát a következő az állatok téma lesz, és már a kirándulásunkat majd ehhez szeretnénk egy ilyen nádi tanösvényen, vizitanösvényen folytatni. Én azt gondolom, hogy a teremtésvédelem nyilván mindennapjainkat áthatja. Most fókuszba került, hisz januárban volt a néphagyomány mentén a tehetség, hetünk 2 hét, most pedig a teremtésvédelemre fókuszálunk. Mi tényleg úgy gondoljuk, hogy a kettő szorosan összefügg, ahogy a bevezetőben is mondtam, igaziból a teremtés maga, amit a Jóisten művelt, az picibe itt megvalósul, hisz mi is magot vetünk, féltően vigyázunk, csendben, türelemmel viseljük, ahogy növekednek, és a családok ugyanezt teszik, és mi ezt a mintát adjuk át. Folytatja utcafórumait az Ecségben Tapolcáért Egyesület. Minden választókerületbe elmennek a jelöltek, hogy a lakossággal megvitassák a problémákat, meghallgassák a javaslatokat, ötleteket. Legutóbb a Köztársaság téren Bertalan Csaba, a Juhász Gyula utcai parkolóban pedig Dalmai Melinda várta az érdeklődőket. Az elmúlt hét péntekén hívta a lakosságot találkozóra a 4-es számú választókörzetben az Ecségben Tapolcáért Egyesület színeiben induló Bertalan Csaba képviselőjelölt. A Köztársaság téren tartott utcafórumon téma volt a csapadékvíz elvezetésének problémája, amely különösen a villámárvizeket okozó nyári zivatarok idején jelentkezik. Szó esett a Pacsirta utca útburkolatának állapotáról, amely néhol kívánnivalót hagy maga után. Ugyanakkor mindez sokszor nem tántorítja el a gyorshajtókat, akik a megengedett sebességet átlépve száguldanak végig a hosszú útszakaszon. Jogosnak látszott a lakosság panasza azzal kapcsolatban, hogy a tiltó táblák ellenére gyakran behajtanak a Pacsirta és a József Attila utcákba a nagy mezőgazdasági járművek. Felvetődött a beszélgetésekben ezen járművek vezetőinek szankcionálása valamely módon a rendőrség bevonásával. Érkezett igény a lakosságtól járdák javítására, a közterületen lévő növényzet, főként bokrok ritkítására, de szóba került a víztorony esetleges állag megóvása, valamint a parkolóhelyek számának növelése is. Hasonló lakossági fórumra került sor az 5-ös számú választókörzetben, ahol Dalmai Melinda, az Ecségben Tapolcáért Egyesület képviselőjelöltje várta a nagy parkolóban a lakosságot. Itt is több kifejezetten erre a társasházas övezetre jellemző probléma vetődött fel. Ilyen volt az is, hogy a Juhász Gyula utcában a társasházak elé behajtanak autósok, akik nem ott laknak, fenntartják, akadályozzák a forgalmat, vagy éppen elveszik a helyet az ott lakóktól. Említették, hogy ezért és a parkolóban előforduló koccanások vagy károkozások miatt szükség volna a köztéri kamerákra. A lakók és a fórumon résztvevő képviselők is örömmel állapították meg, hogy nagyon szépen rendezett a tömbházak környezete, valamint, hogy a korábbi parkoló felújítás utáni felfestés következményeképpen több autó tud beparkolni. Ugyanakkor az új burkolat csábítja az autóst a kelleténél nagyobb sebesség megválasztására, ezért kérték esetleg ezt korlátozó tábla kihelyezését a parkolóban. Ugyanakkor sokan gyalogosan is közlekednek a nagyparkolóban, rájuk is vigyázni kell az autósoknak, tették hozzá az eső ellenére is kilátogatók az utcafórumon. Petőfi Sándor Kukorica Jánosból lett János vitéze, másfél évszázada ledönthetetlen a hazai meseirodalmi hősök képzeletbeli dobogójának legfelsőbb fokáról. Halápiné Kálmán Katalin és társulata, a tapolcai musical színpad pedig, ha nem is olyan régi, de hasonlóan fénylő jelensége a helyi színjátszásnak. A mű és az előadók egymásra találása 5 telt házas nagy sikerű előadást eredményezett a Tamási Áron Művelődési Központban. A Szabadságharc költőjének verses meséjéből készült Kacsó Pongrác daljáték tapolcai változata, a musical színpad és a Bacsányi Táncegyüttes közös produkciója mindent megmutatott abból, amit rendezői elképzelésekben, látványban, énektudásban, az érzelmek átadásának képességében tud a tapolcai társulat adni. Hoztunk egy részletet a nagy sikerű előadásból. Hagyodán, hová van a kalszban, szerkezettem, bajt, mi lettem.
Istenem, de megjártam, de nagy bűnbe estem. Őrizetlen maradt nyájam, ez lesz most a vesztem. Szétszaladt a gazdák nyája, hogy tereljem össze. El kell mennem, elbújdosnom, mindörökre messze. Nem láthatom soha többé édes Iruskámat. Úgy kell neked, úgy kell neked, kukorica, kukorica jár. De bárhová űz majd a sós, hozzád a lelkem visszatér. Ha majd az ég is megsegít, lelkemmel újra eljövök, az ajkam sok-sok csók között szerel. Egészen összeüllenek, egy fújas, egy ócska szoknya, mely egymásra rátalál. Éljen a szép család, királynő, éljen a bőr, románc király. Szerepében majd a szép 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 a sz
éhes, mindazt mi fájt. Most mindörökre összeadták Csalán királynét és Bogáncs királyt. Megálmodtam réges-régen, hogy te lész az üdvösségem, te leszel az éltem éges párja, egymásé leszünk mi, te meg én. Most valóra válik álmom, menyasszony vagy, látom, látom, megcsúfolt, kigúnyolt, bús menyasszony, de az enyém mégis az enyém. Hely, de mostan válok, katonának állok, elmegyek huszárnak, messze földre hél. Piluskám szentem, ne felejts el engem, visszajövök, én még bíztat a remény. Megálmodtam réges régen, hogy te nézz az örvösségen, te leszel az édes párja, egymásé leszünk mi, te meg én. Kedves nézőink, a Krónika végén nézzük még egyszer híreinket röviden. Újra indulnak, 2 óránként járnak a helyi járatok hétvégén és ünnepnap is. Továbbra is szorgalmazzák. Az Országos Mentőszolgálat, az önkormányzat és a házi orvosok találkozója. Konzorciumban a város. Elindult az energiatakarékosságot célzó uniós pályázat. Régen várt szolgáltatás. Bankautomata a csarnoknál. A földnapját is ünnepelték. Fenntarthatósági témahét a Bacsányiban. Teremtésvédelem gyereknyelvem. Családi délután a Szent Erzsébet óvodában. Szemtől szemben. Utcafórumokon az Egységben Tapolcáért jelöltjei. Tapolca János vitéze. A Tapolcai Musical színpad 5 teltházas előadása. Kedves nézőink, köszönöm kitüntető figyelmüket. A Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket is érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!